Vörösmarty Mihály, előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég, zöld ág virított a földormain. Munkában élt az ember, mint a hangya, küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt, s a béke izzadt homlokát törölvén, meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyet fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm, s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Neked mi jut eszedbe, ha 1848. március 15-ére gondolsz? Neked mi jut eszedbe, ha 1848. március 15-ére gondolsz? Nekem egy illat, egy esős tavaszünnep illata, ahol szabad nemzetünk történelme kezdődött. Egy esős tavaszünnep illata, amikor Párizs és Bécs után Pesten is kitört a forradalom. 1848. március 15-e, a forradalom illata. Nekem színek, a kokárda színei, a magyar nemzet színei, az erő, a hűség és a remény színei. Piros, fehér és a zöld a magyar forradalom színei. Nekem hangok, olyan fiatal nők és férfiak hangja, akik szívüket és arcukat az ég felé fordítva küzdöttek a magyar nép szabadságáért. Olyan fiatal nők és férfiak, akik képesek voltak hangjukat emelni együgy érdekében, és nem féltek kimondani a szabadság, az egyenlőség és testvériség jelszavát. Hallottátok? Február 23-án Párizsban új rügyet hozott a tavasz. 100 000 ember kelt fel a gyűlölt király Lajos Fülöp ellen. A francia nép kiüldözte a királyt és kikiáltotta a köztársaságot. Március 13-án
Bécsben is kitört a forradalom. Metternich megbukott. Egész Európa forrong. Íme a forradalom! Itt van a szomszédunkban. És mi tétovázunk? Nem, cselekedni fogunk. A forradalom első lépése, hogy szabaddá kell tenni a sajtót. Én megszerkeztem a proklamációt. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Táncsicsal és a többiekkel mi lesz? Azért sem vegyenek a tömlöcben, mert haladó eszméket vallottak. Igazad van. Ide az unió elébe illeszünk. A politikai státusz fogjuk szabadon bocsátásának. Most már jó? Így jó, de várj csak. Ez így 13. Nem szerencsés. Én babonás vagyok. Mi sem egyszerű. A katonaságról szóló két pontot összemondhatjuk, és akkor éppen 12 a 12 pont. Nem várhatunk 19-éig. Ráadásul holnap van a pesti vásárnapja. Vidékről is sokan lesznek itt. Sándor, kész a verset, amit 19-ére ígértek? Hogyne? Már tegnap éjjel megszületett. Nemzeti dalnak neveztem el. Holnap a bécsi mintára tüntetés kell szervezni az egyetemi hallgatóknak. Találkozás korán reggel itt a kávéházban. Úgy van, úgy van! Induljunk! A pozsonyi hullám ostromolja Bécset. Mi küldünk utána egy másikat, és utánunk fog jönni 100, 1000, vagy ha kell, 1 millió. Mert a nép türelmének is van határa, magunk között pedig teremtsünk egyetértést, összefogást, testvériséget, mert az ember csak addig kicsiny, míg egyedül van. Most a nálik,